Merz Róbert gyaloglóként versenyzett, de volt ifjúsági labdarúgóedző, és a természetjárókat is emlékezetes túrákra vezette, sőt, ő indította el Baranyában a gyorskorcsolyázást. 2013-ban bekövetkezett haláláig több sporttémájú könyvet írt, összegyűjtve az elmúlt évtizedek legjobb eredményeit. A testnevelő tanár sporttörténész emléke előtt tisztelegnek minden évben egykori tanítványai. Nekem ő volt az első edzőm is, és a felesége az osztályfőnökön volt általános iskolába, úgyhogy ez egy kicsit olyan személyes kötődés is, és amikor ő elhalálozott, a rákövetkező évben tudtuk rendezni ezt a Merz Róbert nemzetközi gyalogló emlékversenyt, most már ez a 8. versenyünk, és nemzetközi, mert minden évben van külföldi gyalogló is. Hát sajnos a pandémia rányomta a bélyegét az idei versenyünkre, mert sem az olasz, sem a szerb sporttársaink nem tudtak eljönni, nem engedték el őket. És a magyar versenyzők is kevesen vannak. A tavasszal elmaradt versenyeket ősszel pótolták, tehát szeptember eleje óta itt versenydömping volt. A csapatbajnoki selejtező, csapatbajnoki döntő, szuperliga döntő, utánpótlás liga döntő, és legutóbb a 35 kilométeres OB, és hát elfogytak a gyaloglók, tehát elfáradtak, megsérültek, több sérült gyalogló van jó formán, mint egészséges, de azért így is reméljük, hogy egy jó kis verseny lesz. A Zágrábi Mladost Egyesület atlétái évek óta részt vesznek a nemzetközi gyalogló versenyen. 5. alkalommal veszünk részt ezen a versenyen. Nagyon szeretünk ide járni. Közel van Pécs, és jó a szervezés. Kedvesek, vendégszeretőek az itteniek, Srub Gyula elnök úrral az élen. A Covid-járvány negatív hatással volt a mi egyesületünkre is. Sok fiatal versenyzőnk abba hagyta a gyaloglást, ami fájó veszteség. Jöttek újak is, de nem igazán volt lehetőségünk edzéseket tartani, és nem tudunk részt venni a nemzetközi versenyeken sem. De elkezdtük az építkezést, bízom benne, hogy most már minden visszatér a régi kerékvágásba, és zökkenőmentes lesz a felkészülés. Az immár hagyományos nemzetközi gyaloglóversenyre szívesen hazalátogatnak pécsi származású olimpikonok is. Récsei Rita, akinek Covid-fertőzés miatt ki kellett hagynia a tokiói olimpiát, a közelmúltban megsérült, így a versenybíróknak segített Pécs-Vasason. Felkészülésem nagyon jól sikerült, annak nagyon örültem, aztán nagyon rosszul jött, hogy pont a versenyidőszak elején elkaptam a Covid-fertőzést, így az teljesen ketté vágta a felkészülésemet, és egy csomó versenyt meg edzést ki kellett hagynom. Aztán abból sikerült felépülnöm, de így az olimpiára már nem jutottam ki. Viszont egy 10 kilométeres versenyen tudtam egy egyéni csúcsot menni idén, aminek nagyon örültem, illetve fel tudtam készülni, 2 hete volt a 35 kilométeres OB, amit meg tudtam nyerni. Viszont ott meg lesérültem, ilyen idegbecsípődésem lett, úgyhogy azért most sajnos itt nem tudtam elindulni, de azért versenybíróként jöttem, hogy így is tudjam segíteni ezt a versenyt. Innen indultam, és mindig nagyon jó érzés ide visszajönni. Gyula bácsi adta, és ezek az itteni körülmények adták az alapot, és enélkül nem jutottam ki volna az olimpiára, vagy semmilyen világversenyre, ha Gyula bácsi és ez a környezet nincsen, úgyhogy mindig hálásan tekintek erre vissza. A másik Pécsről indult olimpikon, Sörp Miklós, abba hagyja a versenyzést, és mostani egyesülete a Budapesti Honvéd gyalogló edzője lesz. Nagyjából sikerült minden célt elérnem, sajnos az olimpia az nem sikerült, de úgy gondolom, hogy egy sikeres évet zárhattam, megnyertem a fedett pályás magyar bajnokságot, újra teljesíteni tudtam az 50 kilométeres távot, ráadásul 4 órán belül ismét, egyéni csúcsot tudtam javítani 3, 5, illetve 20 kilométeres gyaloglásban, megnyertem a felnőtt 5000 méteres pályabajnokságot, úgyhogy ennek a része jól sikerült, az, hogy az olimpia az nem jött össze, azt nagyon sajnálom. Sajnos az új kvalifikációs rendszer egy kicsit kibabrált velem. Pécset kezdtem el ugye atletizálni 2007-ben, akkor még a Pécsi Futóklubnál. A klub megszűnésével nekem is új egyesületet kellett keresnem. Budapesten tanultam tovább, úgyhogy a budapesti honvédese úgymond befogadott, és így már 10 éve vagyok honvédos. Mindig jó visszatérni,
Ugye itt kezdtem, sok emlék fűz a városhoz, a régi csoportból is tartok még egy-két volt versenyzővel kapcsolatot, úgyhogy mindig jó itt versenyezni. Egy nagyszerű szakembertől, dr. Urbán Ákostól veszem át a csoportját. Olyan versenyzők vannak most, már most a csoportomban, akik jártak junior EB-n, junior VB-n, olimpiát megjárt versenyzők is vannak közöttük, úgyhogy nehéz feladat vár rám, de nagyon várom, hogy ott is hasonló sikereket érhessek el. Sörp Miklóssal, akinek ez volt az utolsó hivatalos versenye, legnagyobb meglepetésére édesapja, első edzője, valamint a gödöllőiek és a zágrábiak trénere együtt tette meg az utolsó métereket.